Sziasztok, Fid vagyok, és ez itt a Lett egy Mantis Prom. Sokaknak úgy jött le, hogy én utálom a Mantiszt, addig nincs vele bajom, amíg nem nekem van. Erre vettem még egy piros vázat is. Csak hogy megmutassam, hogy ki lehet hozni belőle valami jót. És addig nem is akartam videót csinálni róla, amíg nem szórakoztam ki magam. Kellett némi tapasztalat, mert az, hogy elkérem a haveroktól egy kicsit, az nem ugyanaz, mint minden nap használni. És most, hogy igazából beszámítottam, és mindjárt megy is tovább, gyorsan lenyomom ezt a videót. Szóval ez egy Mantis Pro, Dualtron 3 vezérlővel, 24 amperórás aksival, némi extrával, majd mindjárt elmondom, és a régebbi Pro ez, onnan lehet tudni, leginkább, hogy króm színű a felni széle, ugye a mostaniaknál fekete. Ez egy kicsivel erősebb, mint a többi, más a motor tekercselése. Amúgy tényleg elég nyomatékos, jól lehet vele haladni, de ugyanúgy nem lett a kedvenc rollerem. Szerencsére ezeket még nem locsolták tele, mint a mostaniakat piros menetrögzítővel, ezért könnyű szerelni. Én azért utálom a Mantiszt, és tényleg még mindig csak egy embernek kell indexet rakni, soha többet senkinek nem csinálok semmit Mantiszon, mert az újabbak tele vannak locsolva piros menetrögzítővel, majd vagy ez a videó előtt, vagy utána már kint lesz egy miből áll a Mantisz váz videó. Jut eszembe, csoportunk a leírásban van, sok olyan elmebeteggel, mint én. Na szóval, nekem az alap Mantis rugózás is túl lágy, mert beül a segge, ezen még ráadásul módosítva is van, még lágyabb, amúgy tök jó, mert 60-nal simán átmegyek a kátyún, persze nem olyan, amivel bele tudok lépni, és azért érezni, de mégsem olyan, mint a full gyári Mantison. Aztán az általam leginkább utált 10x3-as terepgumi van rajta, és ezzel az a probléma, hogy egyrészt hangos, de az még úgy szó-szó tetszik is, másrészt ráz, és kézzel így el tudom hajlítani a gumit, pedig teljesen föl van fújva, és ez súly alatt is ugyanígy nyalódik, vagy még jobban kanyarban, amikor rajta állsz, nem, ezt a gumit ne vegyétek meg. Ja, és nem mellesleg olyat üt, hogy el se hinnéd. Aztán extrák. VTM fóliázott széles karbonmintás sárvédő. Ilyet feketébe tudsz venni az Ultimate e-bike-nál, mert hogyha 10x3-as gumit teszel fele, akkor jól emlékszem, ha jól emlékszem, akkor beleér a sárvédőbe. Aztán kicseréltem a diót a legújabbra, ugye itt szokott eltörni a Mantis, mert túl hosszú a kormányrúd, meg a legtöbben tehénkednek rá, meg a hitvány minőségű a régi dió. Hármas bilincs, de ez nem véd meg a kormánytöréstől, csak a lötyögéstől, ahogy azt hitt, hogy ez fölrakod, és akkor itt egyszer csak nem recsen el. Ez csak azért van, hogy ne lötyögjön. Aztán karbonmintás taposó, senki ne kérdezze, honnan van, én így számítottam be. A rollert, 160-as féktárcsák, hátul is a karbonmintás sárvédő. Így hatótávval meg vagyok elégedve, és így a menet tulajdonságokkal is, és nem is találom csúnyának, egész jól néz ki. Itt ez a lecsapott rész, ami egyetlen ilyen nekem nem tetsző pont, amúgy tényleg rendben van, törni egyetlen egy alkatrésze nem törik, csak az a hülye kormánydió pont a legjobb helyen, ugye, és ha nem lenne telelocsolva az újabb széria mindenhol piros menetrögzítővel, még azt mondanám, hogy kéne is, de úgyis lesz nekem is egy épített Mantis, azt akarom megcsinálni. Én azt mondom, hogy ezért az árért, amennyiért ezeket szórják, és a különböző változatokat, nem kapsz más ilyen tulajdonságokkal rendelkező rollert.
és ha nem akarod megszivatni magad, és újabb mantiszod van, akkor kiszeded az összes csavart. Ha kitudod, vagy lefúrod, 10 000 forintból megvan hozzá az összes lényeges csavar, azt érdemes kicserélni. Ha nem tudod, hogy mik kellene hozzá, akkor Facebook oldalamon a videó alatt ott a link, és rám írsz, és elküldöm a képet. Szóval nem mondom, hogy rossz, tényleg együtt lehet vele élni, meg csak fölkapom a lépcsőn és rohanok, mert a méretéhez képest igencsak könnyű. Sokan csinálják azt, hogy a sima kabu vezérlőset átalakítják Pro vezérlősre, ugye belerakják a Dualtron vezérlőt, de azt nem érdemes, mert attól nem lesz erősebb, se gyorsabb. Egyedül azt érdemes megcsinálni, hogy srácok szokták, aki átalakítja, kidobálni a 24 amperórás aksit, hogy azt megvenni ilyen 50-60 ezrekért szokták szórni a csoportomba, akkor a 17-est megeladod ugyanennyiért jó fogáson, és nem is kell több, mert a hatótávod is elég, és tényleg fillérekből megvan az aksicsere. Egyetlen egy hátránya még, hogy ide be van gyűrve az összes kábel, ha sokszor veszed ki az akut, meg teszed vissza, akkor előbb-utóbb eltépsz valamit, vagy megtörik a kábel, plusz még nagyon cérna kábelek vannak az akun. Lehet, hogy a töltőporton van biztosíték, de 5 ampernél többen ne törzs, mert egyszer megküldtünk egyet 8 amperrel, és végig izzott a vezeték, még megolvadt a biztosítéktartó műanyag háza is. Úgyhogy ilyen 3-5 amper között maradj. Aztán, nem tudom, 160-as féktárcsát mondtam, szerencsére ezen már le van cserélve. A fékekkel meg vagyok elégedve, ezekkel a hidraulikusokkal, bár nekem az X-Tech vagy Zoom hibrid hidraulikus is bőven elég. A kormány az feleslegesen magasan van, én mindig rogyasztani szoktam rolleren, pont azért, hogy ne terheljem a kormányt és betámasszak lábbal. Ettől a legtöbb rolleren ugye ilyen kijelzős, húzogatós cucc van, ettől én a falnak megyek, de viszont csak 3 forrasztás, hogy föltegyek egy félmarkos vagy telimarkos gázkart, avval nagyon jó, mert nekem így ebben a fajta kijelzős rollerrel, meg a többivel sosincs az első féken a kezem, pedig mindig két kézzel szoktam, vagy két fékkel szoktam fékezni. Szóval így mindjárt úgyis itt vannak érte, úgyhogy ideje elköszönni. Tényleg azt mondom, hogy ez egy tök jó választás, de nekem úgy nem kéne, hogy így gyárim van. Ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Feed voltam.